Há, oka! Menjen ki! Fáradjon ki! Az elvetőre gondolja, na, hölgyemény, és akkor segítek itt beleülni. Uram, kérem, fáradjon ki! Megtenni, hogy ki fárad. A jelnézés! Hogyha nem fárad ki, akkor 100 000 csak benne. Részesült. Tényleg amúgy miért ilyenek az emberek? Nem, szegények fogyaték. Jó, vigyük be ide a hölgyet. Jó, szépen lába berugom itt az ajtót. Igen? Nem, vigyed, ide. Ide jöhet. Ide jöhet? Így van. Jó, szépen jó, itt addig bepozícionálom az ágyat. Ups, szika, bocsánat. Jó, addig tartom. Jó, jó. Na, szóval itt beállítom az ágyat, a lábtartókat két oldalra helyezem. Segítek a hölgyem mennek fölfeküdni ide. Jó, az ágy támláját megemelem. Én vezető vagyok, csak nem hölgy. Uram, jó. Kérem, hagyja el a területet. Bocsánat. Ne jöjjenek már be. Menjen már be. Egy dolog lett megkérve, ne jöjjenek be, hogy ezt nem lehet amúgy megtartani. Értetlenek, most. Kérem, hagyja el. Hát, hogy jöjjenek. Rendben jöjjön velem. A rendőr kollégának lenne egy olyan kérdés, aki megközelíti az ajtót, bilincselj meg, vigyázz. Vagy számlázom kinek egy 30 000. Meg lehetne oldani amúgy, hogy aki esetlegesen más sósropiban van, akkor a suttog. Amúgy. Na, köszönöm szépen. Hallod? Szóval jöttettel, felveszek egy steril kesztyűt, illetve egy maszkot. Milyen nem pillanat, éppen szülészet van. Jó, egy steril gumi kesztyűt leveszek, szépen felhúzom a kezemre, szépen a steril. A lábait, ráhúzom a lábzsákot. Jó. Na, hölgyem, most az a szituáció van, hogy várom. Jó, tehát lassan el fog múlni az észtelenítőnek a hatása. Én azt mondom, hogy mély lesz, bent tartja, és nyom, akkor addig, amíg szólok, jó? Oké. Na. Akkor itt megnézem a hölgynek. Jó. Tehát, most látom, ha kell valamit most... szorítani, megfoghatja a kezemet, és szoríthatja, hogy csak bírja. Az a lényeg, hogy csukott szemmel, mert el fog pattani a személyben az ér, jó? Jó, oké. Na. Mély levegő, bent tart, felemelkedik egy kicsit, és nyom. Próbáljon meg hang nélkül, mert kevesebb lesz az energiája. Jó, most három kicsi kifújás. Borzsi, mondjad. Uram. Állítólag ő az apuka. És még egyszer. Fel tudsz-e majd jönni? Elismerem, én leszek az apuka. Az orvos beengedélnek, nem mehetni, sajnálom. Na jó, most be senki. Még egyszer. Állítólag én vagyok, jó. És ha elismer, akkor én is leszek Istenem, de szép jó. Még két nyomás, és meg vagyok, jó? Úristen, de még szeretem. Egyszer. Ez annyira romantikus. Oké. És az utolsó. Azt mondom, van erő a hölgyben. Jó, látom a fejét, megvan, és ki is jött, megfogom itt a bébit. Jó, de szép. Óvatosan állhet, helyezem itt az ágyra. Elnéz Isteni az ékenyűltet. Kitisztítom a száját. Illetve áttörlöm. Benyúlok itt a zsebembe. Ja. És már ide is hoztam. Itt a bébi. Sikerült. Majdnem eltört a hölgy a kezemkézzel. Ne. Akkor eszültem. Kislány le, ne menjen be. Így van. Bocsánat, ez az egész is. Állok. Gratulálunk, anyuka. Köszönöm. Köszönöm szépen. A napot rendőr úr bejön, bemehetünk. Na, vigyük át a pihenőbe, jó? Az orvos nem kell elkérdezni. Hát mi mentősök vagyunk. Jó, fogom a babát, amíg átvisszük. Annyi legyen. Hát, jöttünk ellenőrizni a szülés körülményeit. Oda a macisba vigyük. A doktorné. Bocsánat. Jó, ide húzom az ágy mellé a szép kis inkubátort, belehelyezem a bébit. Ó, jó, milyen nevet írhatok a bébi karszalagjára? Lili. Jó, én rá is vigyeztem, illetve a születési dátumot, illetve az időpontot. Jó.
kész. Jó, meghagyjuk az aranyórát, egy órán keresztül itt lehet az a babával, jó? Megkérem meneket, hogy most hagyjanak a várják őt, ha hát pihenjen, most lett vége, úgyhogy majd az előtérbe várakozzanak, és majd jelzünk, szólni, hogy jöttnek. Szólni fogunk, jó. Én csak elmondhatom, hogy mennyire szeretem őket. Csehölgyenek, bármilyen szüksége van, csak jelezze, és akkor jövünk, nekem az apukára lenne szükségem egyedül még. Én vagyok. Aki az apukája? De nem is akkor ő az apukája! Jó, akkor menjenek ki a váróba, legyenek szélesek. Amint letelik az aranyóra, bemehetnek, jó? Így van, az azt jelenti, hogy az anyuka és a baba egy órán keresztül bőrpontban vannak. Olyan, mint én, az a gyerek. Na, egy óra után bemehetnek, jó? Szólni fogok mindenféleképpen. Jó. Én el akarom ismerni ezt a gyerekek. Na, akkor lehet addig menjünk kizárólagos szülői felügyeleti jogot kaphatsz rá. Jó, rendben, addig fáradjunk ki a halba, jó, rendben. Aj, ez annyira. Fizetek gyerektartást is. A rendőr úrtól nagy kérés lenne, később, hogy jó? Itt áll. Esetleg, hogyha van ideje természetesen. Amúgy is kell őrizem, mivel... Itt az úr mellettem kifáradna a halva, megkérhetem. Uram, melyik úr? Te vagy uram? Voltam már nálatok, amúgy bejön már meg kicsit. Jó, hát én nem tudom, mert nem mindig én intézem. Én csak számolgattam mindig a pénzt. Oké, ez Giuseppe Bonetti vagyok, és egy Paradise Autoservice-ből jöttem, és szeretném felajánlani azt, hogy van már menü részlegünk is, értelem részleg, és hogyha igényt tartanak rá, akkor tudnánk menüszállítást biztosítani. Jó, uram. Szó, micsoda? Akkor jön megbeszélem az éjjel is. Jó napot, hölgyem. Ön vezette le a szülést? Én voltam, igen. Nem is, az ANTS-t jöttünk ellenőrizni a szülés körülményeit. És egyelőre rendben találtuk mindent. Hát ezt szerettem volna mondani, hogy gratulálni szeretnénk önöknek a városi kórház nevébe. Köszönjük szépen, de én úgy tudom, hogy nincs ANTS, illetve mint vezető, pontosan tudom, hogy mik a szülésnek rendben, a kötelező feltételei, de köszönjük. Mondtam. Legyen szívem. Melyik okoskodott? Na? Melyik volt az, aki okoskodott? Az ANTS-szel kapcsolat. Ja, ott a fekete városiból azt hitte, hogy vicces. Ki rendőr, vagy melyik? Nem, városiból mentős. De mi vicces? Az ANTS-t azt mi visszük, ő nem lehet. Hol van? Na, hát ott van fekete izébe, gyere. Hello? Édes Istenem! Hagyj el a területet, kérem. Hát én vagyok az apuka! Sajnálom, akkor sem tartózkodhat itt. Ki kell menjen, és ott lakint kell várakozzanak, uraim. De hogy te miért vagy a zágy alatt, geci? Uraim, kérem, felszólítom önöket, hagyják el ezt a területet. Gyere csak, Sepről, mindjárt megoldjuk. Arra gondoltam, hogy megkeresem önüket, mert amikor itt dolgozom, szimpatikus volt a csapat is, meg minden a vezetőség is, aztán... Jó, rendben. Figyeljen, csak majd megbeszéljük, jó? Jó, oké, és rendben. Köszönöm. És akkor majd szólunk. Igen. Nem is, ha nem is feltétlen neked, de akkor majd valakinek ott. Hát jó. Hogyha nem találkozunk, ne talántán, jó? Jó. Jó, egy vezetőség. Hogyha ez így megoldható. Persze, megoldható. Akkor ezt gondolom, akkor megtárgyaltuk. Igen. Akkor ennyi jó van. Akkor majd szólunk, jó? Oké. Amúgy sok apja van ennek a gyereknek. De tényleg ő volt az apja! Én ezt megértem, hölgyem, de sajnos nem engedhetem be őt se. Ön éppen egy őrizetben van. Értem. Látogatást nem fogadhat látogatóban. Miért nem fogadhat? Egy órát pihennie kell. Úgy van. Eljöhetek a gyerekkel meg nézni? Nem, még egy órának el kell, hogy jön. Tudja, ez aranyóra szabály, vagy mi? Ugye ő van, ez steril környezet. Aranyóra. Úgy hívják.
Jaj, na itt vagyok, bocsánat, csak itt olyan bolondok már. Meg lett, mondtam neki, hogy mondom, figyelj ide, mondom, ezt az ANTS dolgot, ezt sürgősen engedd el, mert mondom, jelen esetben a főnő, idézőjeles főnöknek. Jó. Akkor már elővettem a tabletet, mondom, legyen már értelme. Jó, akkor itt óvatosan a lábacskáit meg a kezecskét. Jó, hál' Istennek nem kötött az izmait, tehát normális állapotban van. Így van, így van. Akkor gyorsít fölírom. Szuper. Illetve az összes reflexem működik, hál' Istennek. Jó. Itt megnézem a kis szájacskáját. Jó, a nyelvfike is teljesen jó van. Igen. Hál' Istennek nem kötött, és nem is kell felvágni neki. Gyorsan fölírom. De szerintem ez majd a későbbiekben úgy is kiderül, illetve megnézzük még itt a szájánál. Jó, szerintem a cicizéssel sem lesz probléma, mert az a reflex is működik neki teljesen jól. Jó, mind a 10 kicsi ujja, a kezének a lábán is megvan, füle is teljesen jó, szemei is rendben vannak, még itt óvatosan a kutatást megvizsgálom. Jó, nagyon szuper, teljesen egészséges kis bébike, vissza is adom. Jó, akkor ezek egy gyors följegyzem. Anyukát is nézzük meg. Anyukát is megnézzük, itt megnézzük a vérzést, hogy csillapodott el. Jó, teljesen szuper. Jó, akkor ezeket is fölírom gyorsan. Jó. Jó, itt egy kicsit most lehet, hogy kellemetlen lesz itt a hasfalat, már nyomogatom. Nyomogasd meg neki, légy szín. Így van. Teljesen jó. Mérünk még egy kis vérnyomást is, itt felhelyezem a vérnyomás mérőt a hölgy felkarjára, bekapcsolom. Ugye nem arra, amelyik bebranő van? Nem abba. Helyes. Jó. Teljesen jó. Jó, ma leszek verve. 115 per 70 per 80, az teljesen tökéletes. Na, fasz. Egészséges. Tova is, meg a mama is. Így van. De miért nem jössz, miért onnan kintről beszélsz el? Mert nem akarok már tömeget alkotni. Biztonságért játszik jelen esetben. Miért? Hát ide jösszem ide a ágy eléhez. Hát jó, de most érted. Jó, nekem az a kérdésem lenne a hölgyhöz, hogy jelen esetben hatan vannak kint. Két embert beengedhetek. Igen, de az egyik legyen már. Izé, felváltva. Jó. Felváltva föl, hogy bejöhetne. És ki a vőlegény, mert hogy vagy hárman mondták azt, hogy az ő az apja. Hát igen. Mindenkinek mindenki. A rendőr uram felváltva jöhetnek neked a szobába. Értem. Itt maradok, én is figyelek, nem kell gondolni, jó? Jaj! Hogy segítek, ahol tudok. Tudod. Attól félek én is. Hogy ilyen munkó. Amit tudom én. Helyes. Én vagyok, mint a szó. Mondjuk helyesen. Milyen szárkóban én is ki lennénk. Hát azt én mit mondjak, Geci? Hát az olyan melegen van amúgy, hogy még a tökömről is folyik a víz. Hát nálunk most van vihardik. Fejben. Olyan vihardok, villámok vannak. Itt! Szívra szakad. Diszkózol. Aha. Vagy a technó. Harib, minden jön. Megvan a vőlegény. Tiszteletembe is hoztam. Így van. Nincsenek te? Nem, mondtam, hogy egyesével. De akkor egyesével jó, és akkor felváltva jöhetnek. Így van, mert ne az legyen, hogy itt nagyon sokan. Oké. Adatokat meg fölküldtem felhőbe, aztán majd lesz való. Jó van. Hogy kibogorász. Tiszta te. Ja, persze. Néz ki, mint egy öreg ember. Úgy nézik ki, mint egy öreg ember. Komiból. Nem, megnézem már a többiekkel, mi a helyzet. Máté, jó vagy? Én jó vagyok. Én nagyon jó vagyok. Sírtam minden. Jó. Láttam, ott volt a melletted. Atya világ. Amikor jöhetsz ki a kórházból? Nem tudom. Őrizetben vagyok a kórházba. Csak mondom, hogy valami faszupó azt mondja, hogy ő a gyerekem apja, meg hogy ő a vőlegényed, meg ilyenek. Tudom, de bejött, mondtam, hogy nem ő az. Majd mindjárt megoldom. Anna, jó van. Itt nem. Ennyien vagyunk. Röntgen. Aki sokan most. Haló. Amúgy igen. Hívások meg csak mennek. Titta kiti. Titi piti. Ja. Titi piti. Hát amely városban, ez a városban van. Hát amúgy eddig az összes város volt, eddig
Nem, ja. Szerintem megvagyok. Tudom, hol vannak amúgy. Itt az... Na jó van. GPS lokáció. Az meg, a Charlie-ra nem megy, nem fogok rámenni, mert kidob az ég világból. Várjál már. És van egy Laura, meg van egy Kiwi. Nem mondták, hogy az lesz. Kiwi az. Ki a Laura? Jelenteni. Kis többség. Ja. Kis pici. De Zsolt izé van írva. Na jó van, hagylak pihenni a papával. Jó, most így meg akarom ismergetni az embereket. Jó, Harry fiú, nem érdekel, mert ő városi. Miért te is ilyen vezető vagy akkor? Nem. Ki legyen, aki bejöhet? Nem tudom, hát aki szeretne jönni nyugodtan. Én szívesen. Az az úr, aki azt mondja, hogy a hagyják el a területet. Ugyanaz van. A utolsó felszólítás. Menjenek ki. A váróba is majd mi szólítunk, jó? Menjenek a váróba is majd szólítunk. Én a keresztapa. Édesem. Uram, fáradjon ki, legyen szős, ha nem szeretné, hogy el legyen bizetve. Lilike, szia! Sok haja van. Az úrnak a jobb és bal kezét hátra, bilincselem. Zetszuki. Lilike, én vagyok a keresztapakád. Szára teszem, elkezdem menni magam után. Hoztam neki egy ajándékot. De csak mit? Egy szóra akartam. Prismacit. Jóó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 ó
egyébként. Hmm? Már beraktam a szekrénybe. Ziggy? Már csak egy maradt. Várja, nem állok fel az ágyra. Gratulálok hozzá. De hogyha kell meg az én zsebembe is van, én is hozhatok. Ezt megköszönöm. Félig lejárt, 10 év van nálam. Vagy szóljál, hogy mikor lesz a keresztelő. Aha. Jó. Jó? Nem is tudtam, hogy katolikus vagyok. Kap be. Elnézést. Van, mi a szisztéma? Meglett a kislány. Megszületett a kislányom. Nagyon fasza. Legyen. Addig próbálgassák, meg egy gyerekeket. Ő valami random csávó, azt beszélni, hogy ő az apuka, meg ő a vélemény. Ő legyen. Van, akkor jössz, vagy ilyesmi. Persze, mindenféleképpen. Még nem, a jó ideje szólt.